Csókolom, drága hölgyek, üdvözlöm az urakat, az ismerősöket és az ismeretleneket. Jó magam, nagyon boldog vagyok, hogy a zenész és táncos gyermekeink szolgálhatnak az év egyik legszebb ünnepén. Hiszen nemzeti ünnepeink természetes módon itt vannak a lelkünkben, az egyházi ünnepeink nem különben, de kinek köszönhetnénk a legtöbbet, ha nem a lányoknak, nőknek, asszonyoknak, nagyszülőknek, nagymamáknak. Nem tudjuk eléggé megköszönni mindazt, amit a nemzetért, a családért önök tettek, vagy tesznek az idők végezetéig. Így köszönteném én a feleségemet is, ha most itt lenne, a gyermekeimet is, ha most itt lenne, és Bogláka lányom, és minden nőt, aki a világban azért teremtődött, hogy rendet várjon közöttünk, férfiak között. Kedves feleségem, mi baj, angyaló? Mit keres itt a nyerges ló az udvaromon? Nézd az asszony jobbra-balra, hol van itt a nyerges ló? A tehenet kötötte meg borcsa a szolgáló. Háj, de tehén hátán sárga nyerget, aj kilátott már, mióta a nagy magas ég és a nagy világ. Háj, na 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 na. Mindegy, hogy kislány vagy csecsemő, szégyenlős kamasz vagy asszonykő. Ízzik vérig nő mindegyik, titkos álmaink sejtetik. Mikor kihalnak, illatoznak, vágyaink utánunk áradoznak, mert csak ők tudnak boldoggá tenni, szerelme szívünk közelebbé venni.